A palesztin iszlám dzsihád közé tette legutóbbi propaganda videóját egy 28 éves izraeli orosz fogolyról. A nevem Alexander Trupanov. Izraeli polgárok, akik tüntetnek, a következő napokban megtudják a teljes igazságot arról, hogy mi történt velem Gázában. Arra kérem önöket, hogy legyenek türelemmel. Korábban édesanyját, nagymamáját és élettársát is elrabolták, majd szabadon engedték a fogoly cserében. Nagyon bátorító volt látni az én Sásámat a tévében, ugyanakkor fájdalommal tölt el, hogy ilyen hosszú ideje van fogságban. A döntéshozókhoz fordulok most, hogy tegyenek meg mindent, hogy a fiam és az összes TUSZ hazatérhessen. Értesülések szerint Izrael újabb TUSZ megállapodási javaslatot tárt a közvetítők elé. Az egészség útjában a Hamas követelésére állnak, hiszen azt akarják, hogy a terrorszervezet maradjon hatalmon Gázában, és Izrael vonuljon ki az övezetből. Eközben növekszik a nyomás Izraelen, miután több tucat gázai civil vesztette életét két Hamas vezetőre mért légicsapást követően Rafahban. Lesújtó, ami történt. Nem számítottunk erre. Vizsgáljuk, mi okozta a tüzet, mely ennyi tragikus halálesetet eredményezett. A támadásban kis hatóerejű robbanófejeket használtak, ami nem idézhette elő a tüzet. Minden lehetőséget fontolóra veszünk, ideértve azt is, hogy a támadásunk célpontja mellett lévő létesítményben fegyvereket tároltak, amiről nem volt tudomásunk, és ami meggyulladhatott a találatot követően. Az Egyesült Államokat kritika érte, amiért nem gyakorol nyomást Izraelre a rafahi hadműveletek leállítása érdekében. A kormány szerint Izraelnek joga van az önvédelemhez. Ne higgyük azt, hogy a Hamas csak úgy felszívódott Rafahban vagy Gázában. Ne higgyük azt, hogy leszámoltak az Izrael elleni népirtó szándékukkal. Izraelnek minden joga megvan arra, hogy ne akarjon ilyen fenyegetés közvetlen közelében élni. És igen, továbbra is támogatjuk őket abban, hogy elérjék a céljukat. Eközben javítást igényel az Egyesült Államok által épített humanitárius móló, miután egyes elemei széttörtek a viharos tengeren, majd partra sodródtak az izraeli kikötőváros Asdód partjainál.